Három hete kezdődött el az ásatás ezen a területen a nyugati elkerülőnél Nyíregyházán. Bár ismerik a régészeti lelőhelyeket, mégiscsak ott végeznek ásatásokat a régészek, ahol valamilyen nagy beruházás kezdődik. Idén szerencsésen alakult, hogy pont a régészet napján is van egy folyamatban lévő feltárás, amit a gyerekeknek is megmutathattak. Az ásatást azt három héttel ezelőtt kezdtük meg. Ez idáig, amihez eljutottunk, az, hogy a 3,5 hektárt lehúzoltuk. Ennek ugye volt egy folyamata, kellett nézzük a gépeket, hogy mik kerülnek elő, betakartuk az objektumokat, és az ásatásnak a legdélebbi lelőhelyén kezdtünk neki, és ez idáig feltártunk egy temetőrészletet, meg egy teleprészletet. A feltárás során azt is megállapították a régészek, hogy mindkettő a szarmatákhoz tartozott. Ez a népvándorláskori iráni közösség nagy népsűrűséggel, körülbelül 1800 évvel ezelőtt élt itt, amíg le nem győzték őket a hunok. Ezen a képen például egy előkerült állatcsontot tisztogatnak a gyerekek, ez volt az egyik legizgalmasabb helyszín számukra. A diákok a régészeti munka minden folyamatába betekinthettek. A településen előkerült objektumoknak a dokumentálását nézhetik végig, hogy ezt hogyan rajzoljuk, ők is kipróbálhatják, fotózhatnak, és természetesen a fotós munkáját is megnézhetik. És az ásatásnak a másik felén, ahol pedig egy szarmata temető részletet tártunk fel, itt bepillanthatnak abba, hogy hogyan bontjuk ezeket a sírokat. Bemutatták a restaurátorok és a rajzolók munkáit is, de egy hagyományőrző csoportot is felkért a múzeum, akiktől többek között az íjászkodást ismerhették meg a diákok a régészet napján.